következő dalhoz egy kis készülés következik. Megpróbálunk jelképesen itt a, egy kis cellát előállítani. Gyurikám pakolja is. Csorró zenekar vagyunk, nincs elég technikus, aki segítsen. Tehát így megoldjuk magunk ezt a kérdést. Vigyázz Tamás, nehogy baj legyen. Szóval a következő dalt szeretnénk eljátszani nektek, ami... Várj, a szürke oldalt mutass a közönségnek, légy szíves. Gyurika, a vörös most nem kell, a szürke oldal kell. Mi egy kreatív zenekar vagyunk, és így a rekvizitjeinket úgy gyártjuk, hogy sok mindenre alkalmas. A vörös sem komcsi, nem kell megijedni, hanem az egy liftet stilizál, de most a szürke kell, hiszen egy Jós Masser szürke szint választottunk. Kétségeket hagyni. Elárjuk, hogy ezt a dalt a második lemezőtől megtalálható lesz, illetve hát előzetesen már meg is található volt, amit karácsonykor előre kiadtunk, de most április végére, ha minden igaz, akkor boltokba kerül a Megfizettek című második Kugli album, és ennek az egyik dala a Számmal jelzett ember, amit a Budaházi Gyurinak ajánljuk a lemezen. A szám 30 évvel ezelőtt íródott, tehát igazából a szövegét érdemes meghallgatni, nem konkrétan róla szól, de abszolút attól is, legalábbis mi így gondoljuk. Számmal jelzett ember. Cipőfűzöm nincs, szíjam nem is volt. Becsületemen eddig nem esett még volt. Anyám, azt sírta, mit tettél, fiam? Apám közel öl, félre ugrottam. Sokan azt mondták, ó, te szegény. Mit érzek? Hey! Egy számmal jelzett ember vagyok. Egyszer, igen, én fogok. Ma számmal jelzett ember vagyok. Egyszer, igen, én fogok. Szavak, új tettek, újabb megkötés. Más álmok, más vágyak, újabb szenvedés. A szabadba vágytam én, a helyen köztetek. De megtiltottak mindent, mindent, mi lehet. Kitöltem a körből, az ő erőt adott. Nem tapadtak rögtön erőszak kezet. Sötét ruhás jósok, most ítélkezzetek. Hey! Egy számmal jelzett ember vagyok. Egyszer ítél én fogok. A számmal jelzett ember. Számmal jelzett emberek.
most is folytani fogja sikőnek azon a börtöneiben. Nem hagyjuk magukra őket, nekik szól most ez a dal. Eljön majd nem sokára az igazság urája, és helycserés támadás lesz a börtönökben is. Szabadságot Budázi Györgynek, szabadságot a politikai foglyoknak, és szabadságot Magyarországnak! Köszönjük!